közúti elsősegélynyújtó vizsgát szervezett a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete Szentendrén a partmoziban. A megmérettetésre több mint 60 fiatal érkezett, akik a jogosítványt szeretnék megszerezni. Egy elsősegélynyújtás megtanulása szerintem emberi dolog, hiszen bármikor bárki kerülhet abban a helyzetben, hogy segítenie kell. A fiatalok jelen pillanatban közúti elsősegélynyújtási vizsgára gyűltek össze, ami a jogosítvány megszerzéséhez szükséges. Tehát alapfeltétele a jogosítvány megszerzésének. Szoktuk mondani, hogy hiába van kressz, hiába van vezetés, hiába van meg minden, ha a közúti elsősegélynyújtás vizsga hiányzik, sajnos nem jutnak jogosítványhoz. A közúti elsősegélynyújtás vizsga elengedhetetlen a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez. Hazánkban a Magyar Vöröskeresztnél lehet vizsgát tenni több helyszínen és több időpontban. A múlt héten csütörtökön Szentendrén volt erre lehetőség. A vizsga pedig két részből áll, elméleti és gyakorlati vizsgából. Gyakorlati vizsgánál megvannak a gyakorlati feladatok, amiket el kell tudni végezni, elméletben pedig tételt húznak, és a tételnek megfelelően akár gyakorlattal egybeépített elméleti vizsgát tesznek. Eszméletlen beteg, erős vérzés, fejsérülés, néhány címszó a tételek közül, amikkel találkozhattak a közúti elsősegélyvizsgára érkezők. A gyakorlati vizsga keretében minden vizsgázónak be kellett mutatnia az eszméletlen sérült ellátását, valamint a lélegeztetést. Ezen kívül néhány gyakorlati kérdésnél a vizsgázónak el kellett mondania, hogy mit tenne egy-egy adott balesetnél. Nem csak szentendreieket, hanem Szentendre környékieket is, tehát Pomásztól, akár Pilis Csaba, Pilis Vörösvártól elkezdve Tahitót falu, Visegrád, tehát itt a Szentendre vonzás körzete megjelenik. A Vöröskereszt munkatársai havonta tartanak vizsgát Szentendrén, de ettől függetlenül mindig nagyon sokan érkeznek. A jelentkezéshez szükséges a jelentkező személyes adatai, valamint a vizsgadíj befizetéséről szóló csekk sorszáma. Akinek sikerül a vizsga, közúti elsősegélynyújtásról igazolást kap, hogy elvégezte ezt a vizsgát. Ez az igazolás a személyigazolvány alapján kerül kitöltésre, és akkor kell használni, amikor megvan a jogosítványhoz már a vezetésből is a vizsga, és ezzel a dokumentummal kell elmenni az okmányirodába, ott kell bemutatni, és ott fogják ellenőrizni. Ha ez hiányzik, akkor sajnos nem kaphatja meg a jogosítványt. Akinek esetleg nem sikerült a vizsga, van lehetőség újból jelentkeznie. Természetesen van lehetőség javításra, be kell jelentkezni a következő vizsgára, és természetesen akkor, ha sikeres vizsgát akkor megteheti ezt a bejelentkezést az okmányirodába. Az az igazság, hogy azért, aki már háromszor megpróbálta, és nem tett sikeres vizsgát, annak azért javasoljuk, hogy egy olyan tanfolyamra menjen el, ahol olyan ismereteket szerezhet, amire itt szüksége van. Tehát ilyenkor javasoljuk, hogy a Vöröskereszt tanfolyamát keresse fel, és próbáljon meg akkor nálunk egy tanfolyamot elvégezni, hát ha akkor egy sikeres vizsgát tud tenni. A gépjárművezető jelöltek részt vehetnek akár a Magyar Vöröskereszt által szervezett tanfolyamokon is. A képzéseken résztvevők felkészült oktatók segítségével sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapjait. A megtanult elméletek, valamint gyakorlatok jól használhatók a mindennapi életben is egy esetleges rosszullét vagy baleset esetén. Egész Pest megyében, de egész országban vannak ezek a vizsgáztatások. Mindenhol vannak területek, tehát Pest megye 7 területre van osztva, illetve van terület, ami kétfelé van osztva, mint ahogy Szentendre Budaörssel van párba. Természetesen várjuk a jelentkezőket egész Pest megyében az adott területen. A Vöröskereszt keretein belül többféle tanfolyamot szervezünk. Köztük a közúti elsősegélynyújtásra felkészítő tanfolyamot, munkahelyi elsősegélynyújtás tanfolyamot, illetve ami újdonság nálunk, az a csecsemő és kisgyermek újraélesztési tanfolyam. Ezeket a tanfolyamokat tudjuk ajánlani Pest megyében, természetesen térítés ellenében. Életszerű körülmények között készítik fel az elsősegélynyújtás vizsgára készülőket. Ezeken a bemutatókon baleseteket imitálnak.
A valóságosnak ábrázolt sérüléseken kívül az áldozat viselkedésével szintén megismerkedhetnek a résztvevők. Bemutatók szervezésével is foglalkozunk, ahol az ifjúsági Vöröskereszt imitátorai vesznek részt a bemutatókon. Természetesen olyan szituációkat mutatnak meg az embereknek, ami a mindennapi életben előfordul. De vannak olyan szimulációk is, ahol gerilla szimulációnak hívják, ahol a közönséget is bevonják egy ad hoc szimulációba, amit azt várják, hogy a közönség oldja meg, vagy hogyan fog rá reagálni. Tehát ilyen szimulációt is tudunk végezni. Azok az emberek, akik itt vizsgát tesznek, sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy első segélynyújtó imitátorok legyenek, illetve ilyen bemutatókon vegyenek részt. Őket is szeretettel várjuk. A Magyar Vöröskereszt munkatársai szerint egy jól felkészült elsősegélynyújtó gyors és szakszerű beavatkozása akár életet is menthet. Úgy gondolják, hogy az elsősegélynyújtónak nem szabad megelégednie a tanfolyamokon megszerzett tudással, hanem rendszeres gyakorlásra van szükség, illetve fejlesztenie kell beavatkozási készségeit. A szabadságolás miatt sajnos a következő vizsga kimarad augusztusban, szeptember 27-én csütörtökön lesz a következő. A baleseti szimulációk által megismerhetjük az áldozat reakcióját. A baleseti és katasztrófa helyszín körülményeit egyaránt megmutatják az oktatásokon. Magyarországon ezt az oktatási és gyakorlatozási módszert a Vöröskereszt vezette be.